Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma ismét itt lennék egy videóval. Nem tudom, mikor volt a tőle, egy ilyen 3 hete szerintem. Lehet, hogy már több. Nem, azért nem. Csak hát 2 hét talán, nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt vagyok ismét. Őszintén nem volt nagyon kedvem videózni, viszont most már kezd megint megjönni a kedvem, szóval lehet, hogy most megint jönnek az új csidejók. Meg lassan megint tudok live-olni, mint ahogy láttátok, kiírtam. Azt hiszem, holnap tudok live-olni ismét. Na mindegy, és akkor, mint tudjátok, hogy a Silver Clubon most jött be nemrég ez az update, hogy a spawnereket lehet upgrade-elni, meg ilyenek, tudjátok jól, akik játszanak a Silver Clubon, hogy milyen update jött be. Viszont azt sajnos ugye ki kellett vennünk, egy olyan, nem tudom, 1-2 hete, mert eléggé bugos volt, és hát akkor minek legyen bent a szerver, ugye, hogyha ennyire bugos. Szóval, sajnos ez nem jött össze, na mindegy, viszont most itt ők nektek egy új update-tel. Ami igazából annyi, hogy bejön az új vadon, mint tudjátok, és akkor ezt valahol meg lehet találni a vadonba. Ugye olyas, mint az előzőnél, hogy 3 darab endless cuccot lehet megtalálni, meg 3 darab flight, ugye. Mint tudjátok, ez a vadon, ez 20x20-as lesz. És az a lényeg, hogy itt el van rejtve egy endless tárgy, meg egy fly ebbe a területbe. Szóval aki ezt megtalálja ezeket, akkor annak lesz egy endless, meg egy fly-ja. Szóval ilyen egyszerű. Nem olyan, mint az előző, hogy 3 darab van az egész mappon. Mivel ugye ez jóval kisebb map, ezért csak ugye itt lesz. És ennyi igazából, ezt meg kell találni, aki megtalálja, az ügyes, aki meg nem, az meg nem. Szóval ilyen egyszerű. Na mindegy, hamarosan egyébként jön egy új szerver is, a Funcraft mellé, szóval jön a Funcraft, ugye mint tudjátok, és amellé jön majd még egy szerver, és eléggé menő lesz. Na mindegy, és igazából bemutattam a területet, hogy azért lássátok már, hogy milyen, látjátok, ilyen nagyon menő. Én el van direkt félig rejtve, szóval nem úgy van, hogy csak így be van rakva az egész. Akkor itt emelet. Ops. Eléggé menő. Itt ugye nem tudtok rombolni egyértelmű, szóval ide bejöttek, akkor igazából meg kell találni csak a ládákat. Ugye a ládákban elrejtve. Ezen a területen belül. Szóval, mielőtt jönnének a kérdések, ugye. Ugye gondolom azokat az információkat is el kéne mondanom, hogy a mostani vadon, ugye mint tudjátok, ugye most van egy vadon, 1 darab vadonunk van, ami eléggé nagy, 50x50, és azért szokott laggolni a szerver, szóval most már 20x20 lesz, és az a jó hírem van ugye nektek, hogy ez a vadon, ami most jön be, az egy jó ideig itt lesz, szóval nem lesz resi nagyon. Szóval annak örülni kell igazából, és akkor most kell még költözni, ezt minden barátotoknak küldjétek el, hogy most kell még egyszer költözni, viszont utána már egy jó ideig nem kell, és akkor ebbe a vadonba lesz ez az egész dolog, és ja. Na mindegy igazából, hogy tudjátok, hogy mennyi ideig érvényes még az előző vadon, ugye, hogy mennyi költözési idő van, azt úgy tudjátok megnézni majd, hogy a spawnra mentek, és akkor ott a kinél és a csubakkánál, azt hiszem, igen, csubakkánál ugye van a random TP, és akkor rányomtok, és akkor ott elég lazán meg tudjátok nézni, ugye 2 menü lesz, de ezt majd meglátjátok, mint mondtam. Az egyik igazából a új vadon, a másik meg ugye az old. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, kövessetek be Instán, és legyen szép napotok. Sziasztok! Hello, 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 hello!